Szinte teljesen megtelt a színház nézőtere, ezúttal azonban a színészek és a munkatársak ültek a nézők helyén. Pénteken tartotta ugyanis 2022-2023-as évadának záró társulati ülését a Győri Nemzeti Színház. A résztvevőket dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere köszöntötte, megköszönte a teátrumban dolgozók munkáját, és értékelte is az energiaválság által sújtott évadot. És ami a döbbenetes számomra, hogy nem csökkent a közönség, hanem nőtt. Nem kisebb lett a bevétel, hanem több. Tehát a világ nem mindig úgy működik, és a világban különösen az emberek nem mindig úgy működnek, nem mindig úgy reagálnak, mint amire számítunk előzőleg. Rosszabbra számítottunk, arra gondoltunk, hogy a közönség nem fogja kedvelni azokat a helyeket, amik más helyek, kisebb helyek, talán még kényelmetlenebbek is, de úgy tűnik, hogy ennek az izgalma, ennek a változásnak az izgalma, érdekessége, különlegessége, ez jobban bevonzotta a közönséget. Az évad szeptember 17-én az Esőember bemutatójával indult, de már ekkor tudni lehetett, hogy az energiaválság miatt a téli időszakban más helyszínekben és más megoldásokban kell gondolkodnia a színház vezetésének. 3 hónapig nem is tudott jól megszokott helyen játszani a társulat. Ennek ellenére 313 saját előadásuk és 94 ezer nézőjük volt, ami a minimum elvárást is jócskán túlszárnyalta. A számok mindig nagyon fontos és objektív visszajelzője az adott évadnak. A 2022-23-as évad kapcsán a saját előadások vonatkozásában 313 előadást tartottunk. A törvény 280-at ír elő kötelezettségként. Mindezt úgy, hogy 3 hónapon keresztül nem itt játszottunk az épületben. A nézőszámunk is azáltal, hogy ugye kisebb terekben voltunk kénytelenek játszani, és egészen kiválóan alakultak, mert itt, tehát az épületen belüli játszás vonatkozásában, itt és a többi épületen belüli játszás vonatkozásában a kötelező 80 ezeres nézőszámmal szemben áll egy 93.959-es, tehát egy 94 ezeres szám. Ez egészen kiváló. Az évadzáró ülésen elbúcsúztak Csapuka Rudolf karbantartótól, Kőhalmi György világosítótól és Karácsony Szilveszter ügyelőtől. A Kisalföld év színésze díjat Csankó Zoltán vehette át. A Kisfaludi Alapítvány díjának női győztese Molnár Judit, férfi győztese pedig Posonyi Takács László lett. A szervezet jövő évi ösztöndíjasa Hajdú Tibor. A Földes Gábor díjat Karácsony Szilveszternek, míg a Kulissza díjat Benedek Hajnalkának ítélték oda. A Győri Nemzeti Színház örökös tagjai Fekete Miklós és Majdanics Antal lettek.